Az év elejétől megváltoztak a gyümölcsültetvények telepítésének engedélyezésére, valamint a meglévő ültetvények nyilvántartására vonatkozó előírások. Január 1-től a törvény előírja a gyümölcsültetvény kataszter vezetését, amelynek felállításához a 2018. január 1-je előtt telepített ültetvényeket is nyilvántartásba kell venni, így az azokat használóknak is adatot kell szolgáltatniuk. A nyilvántartási kötelezettség a 2500 négyzetmétert meghaladó gyümölcsültetvényekre vonatkozik, ugyanakkor a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a 2018. január 1-je előtt engedély nélkül eltelepített 2500 négyzetméternél nagyobb gyümölcsültetvényeket 2018. december 31-ig szankció nélkül lehessen bejelenteni nyilvántartásba vételhez a területileg illetékes telepítési hatósághoz. A megyében már kevés engedély nélküli ültetvény található, köszönhetően annak, hogy az Agrárgazdasági Kamara korábban már tartott egy összeírást. Mi a Szabolcs-Szentmihályi megyében 2014-ben már az Agrárgazdasági Kamara egy ilyen felmérést elvégzett, igaz nem kötelező jelleggel, de azokat a gyümölcstermesztő gazdákat megkérdezték a falugazdászok, akinek tudják, hogy van gyümölcs, és mindegyik településen. Én úgy gondolom, hogy egy olyan valós megközelítési adattal mi rendelkeztünk eddig is. A gyümölcsültetvények bejelentése nem csak a kötelezettség teljesítése miatt fontos, hanem pontos képet ad a megye gyümölcs termesztéséről, és segíthet a piackutatásban is. Azért kezdeményeztem ezt 2014-ben, hogy beszélünk itt, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye milyen jól áll a megytermésnek, termesztésnek körülbelül 75%-a itt van, de nem tudtuk megmondani, hogy körülbelül ez hány hektárt jelent. Hát most ezt még almán belül is, vagy gyümölcsökön belül is fajtára lebontva lesz egy olyan adat a kormányhivatalnak, ahol fogjuk tudni, hogy miből mennyi van, és ha csak a piackutatásra gondolunk, akkor legalább el tudjuk már mondani, hogy ilyen felületen termelünk meggyet, almát, almán belül fajtánként. Az adatlapokat a természetes személyek papíralapon, postai úton a megye székhely szerinti járáshivatalokhoz, vagy e-papíron elektronikus úton nyújthatják be, míg a gazdálkodó szervezetek cégkapun, az egyéni vállalkozók pedig ügyfélkapun keresztül elektronikus úton kötelezettek a bejelentés benyújtására. A bejelentési kötelezettség elmulasztása 20 és 50 ezer forint közötti bírság kiszabását vonhatja maga után.